Nagyon szépen köszönjük. Használatba vehették azokat az adományként kapott eszközöket, melyeket Decsi Tamás professzor, a gyermekgyógyászati klinika vezetője vehetett át még csütörtökön. Az EKG berendezést, az endoszkópos vizsgálatoknál használatos vágóeszközt és a véralvadási szintet gyorsan meghatározni képes gépet Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat közhasznú NKFT ügyvezetője adta át. Az adományunk 2,2 millió forint volt, amit a 2021-es jótékonysági vadászat eredményeztetett, és a klinikával immáron harmadik éve kapcsolatba állunk, és minden alkalommal a hiánypótló orvosi eszközt maga a klinika vezetése határozza meg. Tehát van egy folyamatos párbeszéd, amely során a rendelkezésre álló kereten belül van módja a klinikának arra, hogy kiválassza, hogy melyek azok az eszközök, amik leginkább szükségesek. Nagy Csaba országgyűlési képviselő különösen példamutatónak nevezte a baranyai vadászok hozzáállását. Mint elmondta, szerinte példát mutatnak társaiknak és az egész társadalomnak. A vidéki vadászok és a vidéki emberek tartották fontosnak azt, hogy a megyeszékhelyen a gyermekklinika, a gyermekkórház kapjon egy ilyen jelentős adományt. Mintegy 75-en vettek részt ezeken a jótékonysági vadászatokon, és ennek az egész felhívásnak tulajdonképpen a mai sajtótájékoztatónak az a lényege, hogy a következőben szeretnénk, hogyha minél többen jönnének el ezekre a jótékonysági vadászatokra, minél magasabb összeget tudjunk a klinikának átadni. Az eseményen elhangzott, hogy a klinika nagy költségvetéssel működik, de kevés konkrét beszerzési döntésre van lehetőség a betegellátás aktuális igényeinek megfelelően. Ezért különösen örömteli, hogy az adomány keretösszegéből a klinika dönthetett arról, hogy a vadásztársaságok mit vásároljanak. Idén már harmadik alkalommal érkezett tárgyi támogatás, a korábbiakban is orvosi eszközöket adtak át. Vettünk már számos kékfénylámpát, infúziós pumpát, pulzoximétert, intenzív gyermekágyat. Hosszú lenne annak a felsorolása, amit eddig beszereztünk. Országos szinten összesen 172 darab vadonatúj, innovatív, korszerű orvosi eszközt adtunk át a magyar egészségügy számára. Ebből 22 kórház kapott, és mind a magyar vadásztársadalom összefogásából keletkezett. Fejes László hozzátette, hogy fontos számukra az, hogy az adományuk valós segítséget tudjon nyújtani. A beszerzéstől a használatba vételig követik az adományt, így kézzel fogható a segítség, és nem csak egy szimbolikus oklevél.